Szerda délután sajtótájékoztatón értékelte az első magyarországi Alzheimer kávézó eredményeit az ötletgazda és segítői. Dr. Menyhárt Miklós nemzetközi mintára Franciaországban szerzett tapasztalatai alapján indította el Győrben fél évvel ezelőtt a rendezvény sorozatot, mely annyira jól működik, hogy alkalmanként több mint 100-an keresik fel a találkozókat. Így átfogó képet kaphatnak az érdeklődők a demens betegségről, annak hatásairól és kezeléséről. Az első két alkalommal magának az Alzheimer betegségnek a lefolyása, a tünetei, a maga az Alzheimer betegség, maga a demencia, tehát a szellemi leépüléses betegségeknek a formája, miben léte volt az, ami az embereket érdekelte, és folyamatosan jöttek elő azok a problémák, amik a súlyát jelentik a dolognak egy demens beteg a családban, a család problémája alapvetően. Hazánkban az utóbbi időben a házi orvosok 83%-a nem vett részt demenciával kapcsolatos továbbképzéseken, így nem kapott megfelelő figyelmet a terület. Az Alzheimer Café azonban egyre nagyobb közönséget szólít meg, hiszen Győr után várhatóan Tatabányán, Mosonmagyaróváron, Keszthelyen, sőt Pécsett is megalakul a klub. A győri Alzheimer Cafét kiválónak találom, és egy nagyon jó lehetőségnek arra, hogy fórumot teremt arra, hogy ezek a betegek, családtagjék és gondozóik kicserélhessék tapasztalataikat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy hiányt pótol ezen a területen, ugyanis demencia ellátás téren valóban hiányoznak azok a betegutak, azok az információforrások, amivel a betegek, hozzátartozóik és még az egészségügyi dolgozók és orvosok, szakdolgozók továbbképezhetik magukat. Az Alzheimer Café városunkban továbbra is várja mindazokat, akik érintettek valamilyen formában a betegségben, de azokat is, akik egyszerűen csak nyitottak a téma iránt. A találkozót minden hónap első szerdáján 17 órától a Rába Hotel éttermében tartják az ötletgazdák.